Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban visszaérkezett a kormány képviselője, remélem tevékenyen részt is fog venni ebben a vitában, hiszen egy elképesztő társadalmi igazságtalanságra világít rá, és azt kívánja orvosolni az ajánlás második pontjába benyújtott módosító javaslaton, amit, hogyha nem orvosolunk, akkor ne csodálkozzanak, hogy egyre több választópolgárnak fog meginogni a hite, finoman szóval is, ebben a demokráciában, hiszen nem tud működni úgy a demokrácia, hogy közben nem lehet tisztességesen információkhoz jutni, hogy közben a kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi előírása, melyet a médiaalkotmány 13. paragrafusa jelenleg is rögzít, tehát lehet egyetérteni és nem egyetérteni vele, hogy a rádiók és televíziók számára kötelező előírás a kiegyensúlyozottság, ez jelenleg van, és ezt jelenleg nem tartják be. Magam részéről egyébként ugye egyetértek a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének televíziók és rádiókra való előírása. Itt ajánlanám figyelmébe El Simon László illetékes bizottsági elnöknek is, aki sajnos megint nem vesz részt véletlen álláshalmozása miatt. Mindenesetre a mai bizottságon tanúbizonyságot adta, hogy nem ismeri olyan szinten sem a médiatörvényt, hogy hiába hozta fel az N1 televíziót, hogy na az miért nem tájékoztat kiegyensúlyozottan, arra nem vonatkozik. Ugye internetes televíziókra ugyanúgy nem vonatkozik, mint mondjuk újságokra sem. Viszont nyilvánvalóan végesek a frekvenciák, amit most már csak fideszes tagokból álló testület, a média tanács oszt el, ezért indokolt is, azt gondolom, ez a törvényi szabályozás. Na de hát lépjünk túl, törvényi szabályozás van, kiegyensúlyozott tájékoztatás még sincs, és ami az igazán a haba tortán, hogy válaszlépés, következmény, szankció sincsen. Pedig a médiatörvény 182. paragrafus C pontja alapján a médiatanács felügyeli a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének betartását. Na hát a felügyeli, az körülbelül annyiban kiberül, hogy itt láthatunk egy 500 oldalas jelentést, amelyben a sorok között kiderül, hogy itt súlyos törvénysértés van, de még ezt a mondatot sem írta le a médiatanács, nemhogy szankciókhoz fordulna és mondjuk a klubrádió sorsára juttatná, azt az ATV-t, hogy egyik legkirívóbb számadatot intézzem, amely a vizsgált időszakban a 2010. évben a választásoktól az év végéig, tehát ezt a ciklust ha tekintjük, akkor a pártok élőszóbeli megnyilatkozásai közepette a Jobbiknak 0,2%-ot biztosított. Hogyha teljes 100%-nak vesszük az összes párt megnyilatkozását, tehát a politikusi megnyilatkozásokat, 0,2% áll szemben az MSZP 52,9%-ával. Hát valóban nincs közelebbről definiálva, hogy mit tekintünk kiegyensúlyozott tájékoztatásnak, de lehet, ez biztos, hogy nem az. Tehát ilyen súlyos törvénysértésnél azt gondolom nem működhetett tovább az ATV. Hogy miért működhet, azt gondolom a Hír TV példájával tudom alátámasztani, hiszen a kéz kezet most és az ország leosztása szépen működött nem csak a két nagy kereskedelmi rádióval, de hát itt bizony a két kábeltelevízióval is, hiszen a Hír TV-nél 1,8% a Jobbik aránya, hát ez is messze elmarad azért mondjuk egy választási eredménytől, hogy messzebbre ne is menjek, és az azóta való növekedésünkről ne is ejtsünk szót, a társadalmon betöltött szerepünkről, és azért a Jobbikról beszélek, mert a Jobbikot éri a legsúlyosabb kirekesztés, nem azért, mert én a Jobbik képviselője vagyok. Én itt most a társadalmi igazságosságot képviselem, és a törvény védelme érdekében emelek szót, amikor azt mondom, hogy a Hír TV-ben úgy kapunk 1,8%-ot, ebben az állítólagosan jobboldali tévében, hogy még az MSZP is jóval nagyságrenddel többet kap, 12%-ot. Tehát úgy nevezzék ezt jobboldali televíziónak, hogy a Jobbik 1,8%-ával szemben az élőszóbeli megnyilatkozásokat nézzük, akkor 12% az MSZP. Hát ugye ő felség ellenzéke nyilvánvalóan látható, hogy jóval nagyobb teret kap. És ugyanez folyik természetesen a nagykereskedelmi televíziókban is, ugye például az RTL Klubon Magyarország legnagyobb kereskedelmi televíziójában 3,6%-ot kap csak egy 17%-os választási eredményt elért párt, miközben az LMP kap ugye 14,3%-ot, és ezt megteheti büntetlenül. Akár még kritikát sem fogalmaznak meg vele szemben, még egy halvány figyelmeztetést sem, sőt, amikor én ezeket a kritikákat elmondom, ugye akkor van következmény. Ma például megvonták tőlem a szótbizottság ülésen, amikor a Hír TV számadataihoz értem minő véletlen. Sőt, a bizottság elnöke bejelentette, hogy most már ügyrendet fog alkotni a bizottság, hogy ne szólhassak hozzá a jövőben korlátlan időtartamban. Nos, itt sem tehetem meg korlátlan időtartamban, de azért azt még el tudom mondani, még ebben az első 6 percemben is, hogy adjuk is a konkrét műsorokat. Nézzük a teljes médiapiacot, hiszen a médiatanács a főbb hírműsorokat vizsgálta, beleértve kereskedelmi televíziókat is természetesen, és azt látjuk, hogy a főbb hírműsorokban, és megint csak éves adatot nézünk, ennek a választási ciklusnak az első naptári évét, akkor azt látjuk,
Nem kiragadott egy hétről beszélünk tehát, és nem csak egyes műsorokról, még csak nem is egyes televíziókról. A teljes médiát megnézzük, a médiatanács kimutatásai szerint az élőszóbeli arányok úgy alakulnak, hogy miközben az MSZP 23%-on van, választási eredményét meghaladó lehetőséghez jut a médiában, addig ő felsége ellenzékével szemben az elvileg fejfej mellett haladó Jobbik viszont 5%-ot kapott. Hát elképesztő ez az aránytalanság, és akkor még ott van az LMP és a KDNP is jóval nagyobb, 8, illetve 9%-ot kap a médiában. Elképesztő törvénysértés, és semmilyen szankció, hiába írja elő a médiatanács feladatának a médiatörvény, hogy felügyelni kell a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. És ez bizony nem változott a későbbiekben sem, 2011-ben sem, hogyha kicsit előre szaladunk, mert már annak is lehet látni a számadatait. Akkor bizony azt látjuk, hogy ott még durvább a helyzet. Már 5%-os párt, már egy 5%-os párt szintjén sem kezelik a Jobbikot, 4,9% a Jobbik megnyilvánulási lehetősége. Én azt gondolom, erre a durva törvénysértésre valami választ kell adjon az országgyűlés, erről szól ez a módosító javaslat. Hívjuk fel erre a figyelmet. Köszönöm a figyelmüket.